Erre a sorsra jutott a nagykálói harangodi víztározó az elmúlt évtizedben. Teljesen kiapadt a tómedre, de több ehhez hasonló mélyfekvésű területen tűnt el a víz a nyírségben. A klímaváltozás és a néhány évtizeddel ezelőtti elvezetések miatt szinte teljesen elsivatagosodott a térség. Ezt a problémát hivatott megoldani egy több mint 100 milliárd forint értékű beruházás, amelynek tervezése jelenleg is folyamatban van. A részletekről a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés csütörtöki ülésén adtak tájékoztatást vízügyi szakemberek. 250 körül van olyan hely kijelölve előzetesen a koncepció alapján, ahol a helyi, kifejezetten a helyi vizek visszatartását próbáljuk elérni. Tudnélék, ugye az következett be itt az elmúlt évtizedekben, sok-sok évtizedben, a vízgazdálkodási fejlesztése elsősorban arra irányultak, hogy a vizeket elvezessük, a káros vizeket elvezessük, és biztosítsuk a belvízmentesítést. Ez oda vezetett országosan és az Alföldön, a nyírségben és a homokhátságban pedig fokozott mértékben, hogy túlszárítottuk ezeket a területeket nagy valószínűséggel, és nem csak a klímaváltozás, illetve egyéb tényezők azok, amelyek kedvezőtlen vízgazdálkodási viszonyokat idéztek elő, hanem ez a elsősorban vízelvezetése irányuló vízgazdálkodás. Ez a projekt, ezt meg szeretné fordítani, tehát 250-300 helyen, ez tételesen ezek a koncepciótervben már szerepelnek ezek a helyszínek a nyírségben. A vízügy szakemberei a nyár folyamán egyeztetnek a fejlesztésekben érintett településekkel, a különböző hatósági engedélyezésekkel együtt így 2024-től kezdődnek meg a tározók építései, majd azok feltöltései. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, a beruházás hosszú évtizedekre megoldhatja a nyírség vízháztartását. Különböző mély árteres területeknek az újra vízzel való ellátásával, tavak létrehozásával és tehát a legfontosabb projektterem a Tiszából, a csővezetéken keresztül a nyírségnek a vízválasztójára vizet juttatni, és azokat a csatornákat, amelyek voltak, illetve lesznek a jövőben, és vízes területeket újra revitalizálni, természet értékeiket visszaadni, ezáltal növelni a talajvízszintet, a párolgást, a légaszályt elkerülni. Nagyon komplex programról van szó, de ebben is lépnünk kellett, a kormányzat pedig meghallott ezt a törekvésünket, és nagyon komoly programot indított el ez ügyben, és ez a következő évtizedre, évszázadokra meghatározza a megye bizonyos részeinek a sorsát, élhetőségét. A közgyűlésen a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat 2021-es tevékenységéről, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság pedig az aktuális megyei feladatokról adott tájékoztatást. Mindkét előadásban központi téma volt a szegregátumokban élők segítése és szemléletformálása. Úgy látom, hogy mind a Máltai Szeretett Szolgálat, mind a Társadalmi Esélyteremtő Főigazgatóság olyan lépéseket tesz, amelyek évtizedek halogatását, homokba dugott fejeit hivatottak felülmúlni, és valóban szembenézni ezzel a problémával, hogy a szegregáció egész falvakat nyel el, hogy az életesélyek ezeken a településeken meglehetősen kiszolgáltatottak, és hát a nevén kell nevezni a dolgot, elsősorban roma, illetve a cigány népességről van szó, az ő hátrányai kompenzációjáról. Persze az fontos hangsúlyoznunk, és az előterjesztésekből is kiderült, hogy legalább annyira fontos az ő közösségi hozzáállásuk, az ő személyes felelősségvállalásuk, tenni akarásuk azért, hogy ebből a nyomorúságos helyzetekből, amelyekben sok esetben a közösség tagjai élnek, ki tudjanak törni. Adorján Béla, a Jobbik Momentum frakció vezetője szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében komplex felzárkóztatási program szükséges a problémák kezeléséhez. A képviselő azt mondta, a belügyminisztérium által létrehozott társadalmi esélyteremtési főigazgatóság nem ezen az elven közelíti meg a szegregátumok helyzetét. Én azt láttam a beszámolóban, hogy létrejött egy sokadik olyan szervezet, ami mikroközösségeket próbál meg becsatolni a társadalom életébe, miközben megfeledkezik arról, hogy komplex az egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megye leszakadt Magyarország társadalmáról, egzisztenciálisan és sok minden más területen. Én azt várnám el egy belügyminisztérium által létrehozott szervezettől, hogy az egész megyét komplexitásában kezelje. Erről folytattunk is némi vitát, és abban megegyeztünk, hogy a komplexitásnak meg kell jelenni. Ugyanakkor semmilyen olyan utaló jelet nem találtam a beszámolóba, amiben mondjuk felhívná a rendőrség, vagy felhívná az egyéb más szociális tevékenységet folytató szervezetek figyelmét arra, hogy
ezt kell tennetek ahhoz, hogy a megye teljes egésze fel tudjon emelkedni végre Magyarország átlag társadalmához. A képviselők elfogadták a terület és település fejlesztési operatív program keretében Kálmánházán épülő bölcsőde költségnövekmény igényét is. A megyei közgyűlés a tervek szerint szeptember közepén tartja a következő rendes ülését.